Kedves községbeli polgárok, közeleg az év vége, újra itt a karácsony és az új év. Az ünnepi készülődés mellett egyre többször tekintünk vissza az elmúlt év eseményeire. Számadást végzünk. Nehéz évet tudhatunk magunk mögött, mely próbára tette önkormányzatunkat. Az egész országot sújtó váltság befolyásolta a mi céljaink megvalósítását is. Néhány területen szép sikerjéreket könyvelhettünk el, ám több esetben a programok befejezése még várat magára. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére fenntartottuk a szociális, oktatás és kulturális támogatásunk eddig felépített rendszerét, hogy polgáraink alapvető érdekei ne sérüljenek. Az év vége közelettével mindenkiben új remények és elvárások fogalmazódnak meg. Magyar-Kanizsai polgármesterként elsősorban azt kívánom, hogy a szeretet ünnepén senki se legyen egyedül, és mindenkinek jusson a barátságból, gondoskodásból és szeretetből, nem csak a Szent Estén. Az új esztendőben személyes boldogulásukhoz sok sikert kívánok. Békét, biztonságot családjaiknak és hitet abban, hogy a hétköznapok álmai egyszer valóra válnak. Kívánom, hogy jó szándék által vezérelve segítsünk még többet egymásnak ezekben a megpróbáltatásokkal teli időkben. Az önkormányzat nevében mondhatom, hogy a 2015-ös évben azon leszünk, hogy megállítsuk a negatív trendeket, Közösségünk létszámának további fogyását, és hogy fenntartsuk az eddigi juttatások körét polgáraink számára. Békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kívánok Magyarkan is a község minden kedves polgárának.